Sziasztok! Köszönöm, hogy velem tartotok. Örülök neki, hogy a következő edzés epizódra is kíváncsiak vagytok, úgyhogy mutatom is a gyakorlatokat. Mint ahogy az előző részben mutattam, Tobi Ushirogeri lesz az első perc, amit végrehajtunk. Nagyon figyelj rá, hogy miután megrúgtad, tedd le a lábadat hátra mindig. És fél percnél a másik lábbal gyakorold ugyanúgy a technikát. Nagyon figyelj rá, hogy egyből indítsd el a mozdulatot, ne ugorj be és onnan rúgj, hanem egyből indítsd el a mozdulatot. Emellé a feladat mellé még egy kis ugrálást csatoltam nektek. Arra gondoltam, hogy egy párostért felhúzást fogunk csinálni, ami annyit tesz, hogy folyamatosan ugrálva, párostérdemeléssel. Tudom, hogy nehéz lesz a feladat, ha esetleg nagyon elfáradnál, akkor állj meg pár másodpercre, pihent ki magad, és utána csináld tovább. Emellé a két feladat mellé gondoltam, hogy egy kicsit megint csak pihenünk. Egy plankát fogunk csinálni mellé, egy percen keresztül, alkartámasz tartásban vagyunk. Figyelj oda, hogy egyenes legyen a hátad, ne nyomd föl a feneked, ne engedd le nagyon a csípődet, végig próbáld meg egyenesen tartani magad. Szerintem három körben hajtsd végre, és a feladatok között hagyd magadnak pihenőt, hiszen most intenzívebb gyakorlatokat hoztam nektek. Nyugodtan egy-egy korty a három kör között, egy-egy korty folyadékot vigyél be a szervezetedbe. Ha kíváncsi vagy a következő magas technikánkra, akkor nézd meg a következő részt is. Sziasztok!